Köszöntöm nézőinket, Önök az ismerőst látják, az ismerősben pedig dr. Magyar Pát, Tolna megye főügyészét köszöntöm. Főügyész úr, mennyire szereti, hogyha önt vallatják? Jó napot kívánok! Nem nagyon szeretem, és hát egyáltalán a nyilvános szereplés az olyan számomra, hogy nem túlzottan fontos. Hát ez katasztrófa, mert tulajdonképpen ebben a mesterségben, ebben a beosztásban elég sok a nyilvános megnyilatkozás, úgyhogy tulajdonképpen én nem érzem nagyon szükségét annak, hogy túl sokat szerepeljek, amennyi fontos, azt teljesíteni kell, ezen túlmenően pedig nem lényeges számomra, hogy a társaságban például végig én beszéljek. Akkor ezt nagyon örömmel hallom, mert azt mondja, hogy ami fontos, azt teljesíti, akkor ezáltal remélem, hogy ez a műsor is, ez a szereplés is fontos volt önnek. Érdekes, amit mond tényleg, és ugye utalt rá, hogy ez a nyilvánosság kerülése, hát nem túl szerencsés, ugyanis azt hiszem, hogy az ügyészség, egyáltalán ez a mesterség, ahogy ön fogalmazott, ma nagyon-nagyon a központban van és a porondon van. Igen, de hát gyakorlatilag a nyilvános szereplés az ügyész számára azt jelenti, hogy például a tárgyaló teremben megteszi az indítványait, párbeszédeket mond. Most én ebből azért már kimaradok, mert hát főügyészként a konkrét ügyek intézésére már természetesen nincs idő, lehetőség. Ez egy egész más műfaj már, mint amit én korábban megtanultam. A kollégák intézik az egyes ügyeket. Ez valami olyasmi, mint például, ha valaki iskolaigazgató már nem a szaktárgyat oktatja a nebulóknak, hanem a személyzeti ügyeket, igazgatási ügyeket végzi jószerével. Persze hát az ember azért a szakmától se szabad, hogy elszakadjon, és nem is lehet. Végül is az ügyek a többségéről, ha részletekben menően az ember nem is tudhat, de a nagyobb ügyeket természetesen figyelemmel kell kísérni. A kollégák jönnek a problémáikkal, a megbeszélendő ügyekkel, akár az indítványtételeket, vagy jogi minősítéseket illetően. Tehát marad azért szakma is, de hát azért alapvetően ez már igazgatás, és hogyha visszakapcsolunk a szereplésekre, akkor az a szereplés is az én számomra már kicsit mást jelent, mint korábban. Nehéz ma Tolna megye főügyészének lenni? Hát annyira nehéz, mint a többieknek. Biztos, hogy nem egy nyugodt időszakot fogtam ki. De mindenki azt hitte, hogy a rendszerváltás lesz egy olyan robbanás, amikor majd nagyon nehéz lesz bármilyen szintű, ilyen jellegű hivatalnak a vezetése. És hát érdekes módon ez nem azonnal a rendszerváltás idejére kulminálódott. Itt most csak arra szeretnék utalni, hogy egy új büntetőeljárási törvény, ami az életünket azért eléggé megnehezítette, ez például tavaly lépett hatályba. De a másik dolog az, hogy közben folyik a Béla téren az új székháznak a komplex rekonstrukciója, ami azért, ha nem is én vagyok az építésvezető, de hát azért az időm egy részét ez is természetszerűen hát viszi. Aztán probléma az is, hogy ez már személyzeti ügyekhez vezet el, hogy egy olyan generáció működik most éppen a Tolna megyei ügyészi szervezetben, 35-en vagyunk egyébként összesen az egész megyében, hogy bizony a középgeneráció elég vékony. Na most ez azt a problémát mindjárt hát fölveti, hogy akkor hol vannak a tapasztaltabb szakemberek. Hát sok nyugdíjas kollega dolgozik még, szükség van rájuk, nélkülük nagyon nehéz lett volna átvészelni ezt az időszakot, és még egy pár évig ez így tart. A másik felén pedig ott van a rengeteg fiatal, akik nagyon igyekvőek, nagyon tehetségesek, csak hát azért még talán a rutinnak a hiány kicsi nehezebben, talán olykor lassabban dolgoznak. Tehát ezek a problémák is nehezítik az életemet, ha úgy tetszik. Tulajdonképpen ezzel a három dologgal
tudnám azt összefoglalni, hogy mitől nehéz, ami nehéz. De még hozzáteszek egy negyediket, hogy az ember eltölt a pályán 25 évet, megtanulja a konkrét ügyintézést, ahogy ez az én esetemben is nyilván történt, csak hát a vezetői beosztás az egész más. Tehát ez másról szól. Itt adott esetben emberi konfliktusoknak a feloldását kell valahogy elvégezni, több vagy kevesebb sikerrel. Ezt nem lehet megtanulni. Ez menet közben jön. Tehát újak a feladatok. Én sem mondhatom magamat még régi vezetőnek, 3,5 éve csinálom ezt. Már most érzem úgy, hogy néhány mondatot talán máshogy kellett volna kimondani. Alapvető hibákat lehet, hogy nem követtem el, de apróságokat úgy visszagondolva erre a 3,5 esztendőre lehet, hogy csinálni, másképp csinálnék a mostani hát, ismereteim birtokában már. Na de hát senki sem tökéletes, ezt tudjuk. Hát attól én nagyon messze vagy. Vagyunk így egy páram. 25 éve a pályán, ugye ezt említette, hogyan indult ez a pálya egyáltalán? Azért azt is elárulhatjuk a nézőknek, hogyha én jól tudom, akkor ön őcsényi származású, gondolom, hogy elkerült az egyetemre, és akkor egyáltalán hogy alakult az, hogy mindent a jogköré, mindent ennek a hivatásnak szentelt? Esetleg már volt a családban egy minta, amit követett, vagy így döntött, hogy ön ezt a pályát választja? Hát a humán érdeklődésből fakadt alapvetően az, hogy egyáltalán a jogi pályára kerültem, tehát akin vigyorognak matek órán, annak nem nagyon érdemes mérnöki pályát választani, hát én ez a fajta voltam. A humán érdeklődés meghatározta azt, hogy jogi pályára kerültem, meg akkor is valahogy vonzónak tűnt egyszerűen az, hogy milyen érdekes világ a büntetőjog. Na most konkrétan az ügyészi pályának a kiválasztása, az viszont hát nem volt olyan evidens. Mindenfélét gondolnak az ügyészekről, hogy ez egy rettenetes pálya lehet. Bevallom, bennem is valami ilyesmi már, van. Igen, hát valamiféle emberőnek képzelik az embert. Na most, hát erről szó nincsen. Körülbelül felelősség teljes. Én azt gondolom, hogy ilyen döntéseket nap mint nap meghozni. Hát a bíró is az, sőt, ugye az írják, teszik fel a pontot, de legalább olyan gyakran mi is vagyunk döntési helyzetben, hiszen egy nyomozás menetében meg kell azt mondani, hogy most ebből egyáltalán ügy legyen-e. Tehát az se kisebb felelősség. Sőt. És ez mind embereket érint. Tehát az is döntés, hogyha valaki megszünteti a nyomozást, és nem lesz az ügyből vádemelés. Szóval visszakanyarodva még a kérdéshez, nem volt olyan evidens, hogy én ügyész leszek, mert én is minden félét gondoltam, amit erről az emberek általában gondolnak, ugye általában az ügyész negatív figura, filmekben hát az biztos, hogy csak is az ügyvéd lehet a nyertes, és csak is ő lehet emberséges. Na most azért nem erről van szó, és tulajdonképpen harmadik évben történt az, hogy a büntetőeljárásjogi gyakorlatot egy kiváló fölkészültségű, akkor Pécset működő ügyész kollega vezette számunkra, aki úgy a gyakorlatok során beszélt a konkrét ügyeiről, és azoknak az elintézéséről. És ez borzasztóan fölkeltette az érdeklődésemet, úgyhogy aztán még abban az évben én a legfőbb ügyészséggel ösztöndíjat is kötöttem, ami azért volt jó, mert hogyha normális volt az évvégén a bizonyítvány, akkor még egy kis zsebpénzt is kapott az ember évvégén. Úgyhogy így kerültem én erre a pályára. Aztán nagyon megszerettem ezt a munkát. Olyan kollégák voltak akkoriban, amikor én 1975-ben ide kerültem, akik ezt meg is tudták szerettetni. Nagyon jó fölkészültségű emberek voltak. Dr. Szabó Endrére rendkívül szívesen emlékszem, a akkori városi vezetőügyészre, aki úgy kezelt bennünket, mintha a gyerekei lettünk volna, de igényes munkát kért tőlünk. Úgyhogy a későbbiek során is hát úgy alakult a sorsom, hogy örültem annak, hogy én ide kerültem. Minden előzmény, minden más irányú előzmény után.
Lehet tehát akkor azt mondani, hogy itt tulajdonképpen ez a klasszikus szófordulattal élve a ranglétrát végigjárva került ugye fel. Szamálétre lehetett szigorúan. Igen, igen, Fogalmazhatunk így is. igen. Milyen volt az, amikor jött a lehetőség, amikor nyitott lett az út a főügyészi pozíció felé? Nem volt önben egy félsz egyáltalán? Az akkor már természetes volt, adva volt, hogy most ez az a szint, amit ki kell próbálnom, vagy azért ilyenkor még a legtapasztaltabb, a legszakmaibb munkatárs is, egyén is azért úgy elgondolkodik, és kicsit talán megijed. Hát talán az a szakmai életút, amit addig végig jártam, megadta azt az alapot, ami miatt én ezt már elvállalhattam. Nem különösebben könyököltem én ezért. Utólag is azt mondom, hogyha a kollégák erre engem nem biztatnak, feletteseim a legfőbb ügyészségről erre nem ösztönöznek, akkor én nem gondolom, hogy erre jelentkeztem volna, mert tökéletesen jól éreztem magam abban a munkakörben, amit csináltam. Büntető fellebbvitel volt a konkrét munkaköröm akkor már, és nagyon szerettem ezt a munkát. Azért is jó volt ez, mert ez ilyen papírmunka volt inkább, amit egy kicsit el lehet vonulni, és akkor gondolkodni az eseteknek a mikénti megoldásán. Szóval szakmai előzményként megvolt mögöttem az a háttér, amivel elvállalhattam, de még egyszer mondom, ha erre engem nem ösztönöznek, én az életbe erre nem hiszem, hogy jelentkeztem volna, biztos más is. De miért nem? Egyszerűen azért, mert jól éreztem magam az akkori bőrömben is. Meg kell, hogy mondjam, hogy talán alkatilag se vagyok kifejezetten olyan, aki úgy vezetőnek termett. Bár hát ki tudja. Nem tudom. Szóval talán úgy képzelik a vezetőt sokan, hogy hát annak ilyen állandóan minden helyen szívesen kiálló embernek kell lenni, és kevésbé képzelik olyannak, hogy egy mondjuk hát az eseményeket talán a háttérből szemlélő, kicsit a háttérből hát irányítgató valaki mondjuk erre kevésbé alkalmas. Nem tudom, hát ezt majd mások eldöntik, meg az idő eldönti, hogy ez a választás, ez nekem és a szervezet számára is jó volt-e. Én bízom benne, arra, bízom abban, hogy fog ez menni. Eddig is végül is ment. Tulajdonképpen nem nagyon akarom én ezt hosszabban ragozni, hogy végül is miért vállaltam el. Még talán egy mondatot azért hozzáteszek, ami miatt pont olyan időszakban értem akkor, és ez magánéleti dolog, amikor nagyon engem nem is érdekelt, hogy a 8 pályázóból valóban én leszek el befutó. Uh-huh. Az történt akkor, hogy a kisfiamnak, a nagyobbik fiamnak a szívműtétjére vártunk. Uh-huh. Na most, amikor az embernél az a tét, hogy ezt a gyerek uh-huh. hogy fogja átvészelni, akkor nagyon nem azzal foglalkozik, hogy most ő lesz-e a nagy főügyész, vagy nem. Vele az történt egyébként, ami talán minden ezredik gyerekkel fordul elő, hogy a szüléskor a pitvarfal nem záródott, tehát maradt egy olyan dolog, hogy oda-vissza ment a friss és a használt vér. Hát ezt meg kellett műteni, és ez bizonyossá vált 3 éves korában, hogy itt nincs más lehetőség. És hát 5 éves korában került ez sorra, pont abban az időszakban, amikor ezeket a pályázatokat elbírálgatták, és az a műtét sikerült. A gyereknek az égvilágon semmi baj. Tehát ez egyáltalán egy olyan probléma, amivel lehet mit kezdeni, de hát azért mondjuk jobban örültem volna, ha inkább csak egyik fogát húzzák ki. Úgyhogy ez is közrejátszott abban, hogy végül is bizonyos szempontból valamiféle közönnyel vártam abban az időszakban azt, hogy engem most itt főügyészé ütnek, vagy nem. Kicsit akkor még a családnál maradva ismerjük meg bővebben, hogy kikhez megy haza, és hát gondolom a szabadidő nagy részét kikre fordítja. Egyáltalán itt Szekszárdon élnek, vagy Őcsényben? Szekszárdon élünk. Hát én beköltöztem már Szekszárdra, ugye 80-as évek közepén, persze borzasztó erős őcsényi kötődéssel, aki egyszer falusi volt, az marad. Most is a szüleimhez minden hétvégén hazalátogatok. Szombaton, vasárnap, hát az Őcsény nélkül nem telhet. A feleségem pécsi, ő a Zrínyi utcai általános iskolában tanít,
matek technika szakos, hát egy matematikához is értő kellett ebben a családban nagyon. Két fiam van, 9 éves lesz majd az első, úgy mondja, hogy 3/4-9, mert körülbelül annyi. Ő másodikos, a kisebbik pedig elsős, és mind a ketten a 4-es iskolába járnak, amit a lakóhely is meghatároz, meg hát örülünk annak, hogy ebbe a jó iskolába járnak egyébként, bár a többi is biztos az. Szüleim Őcsényben élnek, hál' Isten még tevékeny édesapám és édesanyám is az otthoni dolgokban. Boreszkodás, itt már utaltunk rá, szabadidőben, szőlő. Családi tradíció, de hát ez most éppen ilyen halódó félben lévő dolog ahhoz képest, hogy biztos már megmaradnak a nagyok, és nagyjából azok a régi paraszgazdaságok, amelyek az akkori hát méretek szerint kialakultak többé-kevésbé, hát azok majd valószínűleg bajba lesznek, mert vagy az történik, hogy az ember művel egy akkora területet, aminek a termését saját maga megissza, vagy pedig hát marad az, hogy hát ezt valahogy értékesíteni kell, ez csak a nagyoknak megy, úgyhogy most ez éppen egy ilyen válságos terület, de a családi tradíció mindenképpen arra kötelez, hogy segédmunkásként még ebben én részt vegyek, amennyire tudok. Hát ez általában a hétvége, sajnos több idő erre nincs. Magam én azt nem tudnám csinálni, édesapám 78 évesen még azért mindig főnök ebben. Reméljük, hogy sokáig főnök is lesz. Amikor bejött a stúdióba, akkor rögtön itt ismerős arcok a kollégák közül többen ismerősnek is tűntek, és hát a fotballpályáról mindez, ebből következtetek arra, sőt, még a mögöttünk álló rangadó, svéd-magyarországi rangadó is terítékre került, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy ön nagy foci rajongó. Bálint Gyurival természetesen azonnal meg kellett beszélnünk a történéseket. Ő egyébként szintén Őcsényi, és hát ahol a labda pattogott, ott mi előfordultunk sűrűn. Én nem tudtam futballozni, de nagyon szerettem oda járni. Az akkoriban egy nagyon jó közösség volt. Én az egyetemi hát évek alatt is hétvégén állandóan hazajártam. Én ki nem bírtam, hogy Pécset maradjak. Nem szerette? De igen, de hát azért a futballcsapat itt volt. Úgyhogy én ezen a szinten űztem ezt, csak inkább csak a játék szeretetéről beszélhetek, mint annak a tudásáról. Maradt valami még mára? Ebből? Igen. Hát miután 50 éves koromban erre ugyan figyelmeztettek, hogy ez a határ, amikor nagyjából abba kellene hagyni, egy akilleszín szakadást szenvedtem futballpályán, anélkül, hogy bárki hozzám ért volna. Hát ez volt az a határ, amikor azt mondtam, hogy innentől kezdve belsővel visszagorítom a gumilabdát a kisfiamnak, egyiknek vagy másiknak. Ez körülbelül elég a továbbiakban. Mozogni persze kell, de hát nem ebben a sportágban. Megnézem a meccseket. Uh-huh. És ezt megkérdeztetem, hogy mi az, amiben megtalálta az örömét, ami a sportot illeti, mit űz most? Hát, nagyon sokat kerékpározunk a fiúkkal. Egyre inkább az általuk meghatározott útirány szerint, aminek a feleségem nagyon nem örül. Mert, hát, azért játszótéren kívül ez nem olyan egyszerű, szóval kerékpárút azért nem nagyon létezik még. A faluban ez könnyebb, hát városban azért vigyázni kell. Van-e még valami, ami a hobbikhoz tartozik? Ha jól tudom, akkor... Erre van, igen, van, lesz a válasz. Van több is. Az egyik az, hogy könyvmoly vagyok, a másik az, hogy szeretem nagyon a zenét, annak minden fajtáját, ami jó minőségű. Ami a könyveket illeti, olyan mindenevő féle vagyok, szép irodalmat, politikai irodalmat, történelmet, ismeretterjesztő könyveket egyaránt szívesen olvasok. Gyakori látogatója vagyok a könyvtárnak, kicsit furcsa is lehet, hogy sűrűn megyek oda, túl sűrűn, vagy úgy két naponta, vagy három naponta. A másik pedig a zene. Gyerekkoromban én jártam be már Szekszárdról, zongorázni tanultam. Lehet, hogy jobb lett volna, ha a zenetanár lesz belőlem. De végül is a sors úgy hozta, hogy a zene az úgy félbe maradt, és hát később, már azután, amikor itt valamelyest gyökeret vertem itt a
pályán, akkor jött a Madrigál kórus, annak én 1980 óta vagyok tagja. A fogyó idő az sajnos itt is kicsit akadály, mert én erről is azt gondolom, ha valaki valamit csinál, akkor azt teljes erővel kell, tehát a félnótások oda nem elegendő. De mikor úgy későn érek oda a próbára, és az gyakran előfordul, akkor hát egy kicsit rosszul érzem magam, mert én mindig szerettem pontosan mindenhová odaérni. De most tényleg sok az, ami terhel, úgyhogy kis időzavarba vagyok. De ezt a hobbit én űzöm, a zenének minden fajtáját egyébként szeretem, megítélésem szerint csak jó zene van, meg rossz. Lehet teljesen jó egy magyar nóta is adott esetben, vagy akármilyen rockszám, és lehet nagyon pocsékul csinálni az operát. Tehát ebben is azt gondolom, hogy mindenfelé nyitottnak kell lenni, és hát a jót kell meghallgatni, megművelni. A Madrigál kórus egy ilyen terep. Nagyon sokat kaptam én ettől az együttestől, egyáltalán annak révén, hogy amikor még csak sport klubok utazgattak külföldre, meg művészeti együttesek, hát a Madrigál kórus ezek közé tartozott, amikor még ilyen viszonylag bezárt világban éltünk, mi már akkor is Nyugat-Európát jártuk, és hát ez azóta is így van. Ez is sokat jelentett, és hát az is, hogy tényleg ott barátokra lehet találni. Nem szabad azt hagyni, hogy az ember csak egy munkai közösséghez tartozzon, hanem tartozni kell valahova, valami civil szervezethez is, ami nem azonos a lakókörnyezettel se, teljesen a szűk lakókörnyezettel. Nekem erre akkor szükségem volt. Onnan is fakadt ez, hogy nem Szekszárdra jártam gimnáziumba, hanem Bonyhádra, és nekem a korosztályos barátok itt akkoriban, mikor visszacsöppentem Szekszárdra, valahogy úgy hiányoztak, vagy félig meddig hiányoztak, és ezért is jó volt ez a választás, hogy oda mentem a Madrigál kórus akkori próbájára, és úgy szépen ott ragadtam. Maradt. Ezek szerint társasági ember? Hát igen, de mint erre utaltam, úgyhogy nem probléma nekem az, hogyha mások beszélnek, és én meghallgatom őket. Szeret úgy csendben figyelni. Igen, igen, igen. Aztán, ha úgy adódik, akkor esetleg én is beszélek. De ez nem olyan fontos, hogy én beszéljek. Még egy kérdés úgy foglalkoztat, hogy az ügyészségről már beszéltünk meg azt, hogy nem olyan könnyű ugye ez sem, mint oly sok minden más. Mennyire lehet a társadalom felől érkező vádakon mondjuk felülkerekedni? Mennyire lehet a különböző rossz májú embereket leszerelni, úgymond? Most nem akarok ilyen magasztos kifejezést használni, hogy mennyire lehet a mai világban tisztának maradni, de hát valahol így ezt mondom, hogyha így ennek a lényegére szeretnék rákérdezni. Hát tisztának kell maradni, ez a legfontosabb most a válaszban, de most nem tudom pontosan, hogy egyáltalán az ügyészség, mint szervezet külső megtámadtatása a kérdés, vagy csak az egyedi ügyekkel kapcsolatban a notórius panaszkodó mondhatom, leszerelése. Hogy mind a kettő. Hát akkor ez elvezet a sajtó kérdéséhez, hogy mi miként szereplünk a sajtó előtt. Nem biztos, hogy jól. Uh-huh. Azért nem jól, mert ha megnézi valaki a tévéhíradót, ott mit tapasztal? Történt egy bűncselekmény mondjuk, és akkor kiáll vagy a vádlott, vagy az ügyvéd, hogy hát ez nem így van. És akkor mi erre nem mondunk semmit? Mert nem kérdezik meg önöket? Vagy mert nem kérdezik meg. Hát vagy ha megkérdeznének bennünket, akkor nagyon korlátozott a válasz lehetőségünk. Nyilván nem mehet el ez abba az utcába, hogy a folyamatos ügyről olyant is kikotyogjunk, amit nem kívánatos megmondani. Hát végső soron a társadalom védelme azt szolgálja, hogy amiben büntetőeljárás indul, az lehetőleg eredményesen záruljon. Na most, ha az ember kiadja azokat az információkat, netán a bizonyítékokra vonatkozó hát, közléseket, amiket az adott szakaszban nem kívánatos elmondani, akkor ezzel az eljárásának, a saját eljárásának az eredményességét veszélyezteti. Tehát van egy ilyen korlát is. Aztán van egy olyan korlát is, hogy legfőbb ügyészségi utasítás
szabályozza azt, hogy egyáltalán milyen körben is ki nyilatkozhat. Ez eléggé szűken vonódott meg. Valószínű, hogy ebben valami változás történik. De egyszerűen szóval az eljárásjogi pozícióból következik, hogy ilyen kicsit felemás a helyzet. Egyébként a bíróság ugyanebben a helyzetben van. Hát ők se kommentálják egy-egy döntésüket nyilvánosan, amikor már mondjuk egy nem jogerős ítéletnek az eredményét adják közé a tévében. Ugye jön kapásból a vádlotti vagy védői kritika, hogy ez rossz, az rossz, alaptalan, stb. És hát, de mindennél két fél van, ugye? Így van, de hát a bíróság nem lehet abban a helyzetben, hogy most akkor kiálljon, és akkor hirdessen még egy ítéletet most már a nyilvánosság számára. Tehát vannak ennek azért ilyen eljárásjogi helyzetből adódó akadályai is. Tulajdonképpen... De itt minden rendben van. Hát nem tudom, nagyon jó sajtó szóvivőm van, úgyhogy elvileg rendben kell, hogy legyen a dolog. Minden főügyészségen létezik ez a poszt. És hát, sem véletlen. És hát mindenütt azért olyanokat választottak ki, akik jó beszélő készségűek, az én kolléganőm is maximálisan ilyen. Úgyhogy ha meg kell szólalni tőlem megyei ügyekről, én jó szívvel tudom őt ajánlani. És ugyancsak a háttérben marad. És szintén a háttérben bemarad. Főgyész úr, véget ért a műsoridő. Én tényleg köszönöm, hogy eljött, és örülök, hogy egy kicsit láthattuk azt is, hogy ez a dolog hogy működik, és hogy milyen is az a valaki, aki tulajdonképpen ezt az egész szervezetet irányítja. Köszönöm szépen, hogy eljött, további sok sikert kívánok a munkához, és kellemes változásokat. Még egy kérdés, mert már a kollégák biztos megölnek, mikor lesz az átadás, a gyönyörű szép épület, mikor készül el? Hát először is örülünk annak, hogy a bíróság ilyen szépre sikerült. Reméljük, hogy a miénk még szebb lesz. Március szomszéd vége. Fülje mindig zöldebb. A március vége a határidő, de hát ez már bizonyos, hogy ez némi csúszással fog azért elkészülni. Én azt remélem, hogy jövő nyár elejéig talán visszaköltözünk, és akkor ez a Béla tér valóban úgy fog kinézni, ahogy egy szép városban tényleg egy ilyen fontos térnek hát látszania kell. Köszönöm szépen, hogy itt volt, a nézőknek a figyelmet köszönöm, meg várom önöket legközelebb is, viszontlátásra.